Ezek a tavalyi versenyről készült felvételek, de idén is szurkolhatnak majd az érdeklődők a bringásoknak a 48. Gemenc nagydíjon. A verseny szervezésével kapcsolatos előkészítő munkálatok már 2021 végén elkezdődtek, akkor tűzték ki a szervezők a megmérettetés időpontját, illetve akkor bízták meg Arató Gábort a verseny igazgatói poszttal. Arató Gábornak nem újdonság ez a szerep, hiszen a 90-es évek végétől kezdve egészen 2009-ig ellátta már ezt a feladatot. Részt vettem abban a munkában, amikor UCI kategóriás versenyé emeltük a Gemenci nagydíjat. Ez ugye azt jelenti, hogy a Nemzetközi Kerékpáros Szövetségnek a verseny naptárába is bekerült a verseny, és világranglista, valamint Európa ranglista pontokat tudtak elérni itt a versenyzők. Akkor is a versenyigazgatói feladatait láttam el, és nagyon-nagyon sokáig ez volt az egyetlen olyan magyarországúti kerékpárverseny, ahol világranglista pontokat lehetett elérni. Időközben többször is megkeresett már a Szekszárdi Sportközpont, és az idei évben el is vállaltam újra a versenyigazgatói feladatokat, és nagy örömemre szolgál, hogy a két helyi klubbal, Schneider Gáborékkal, Steig Gáborral és Steig Csabával is együtt tudunk működni abban, hogy ezt a versenyt újra magas szintre emeljük, újra UCI kategóriás versenyként tudjuk megrendezni. Az idei év terveiről is beszélt Arató Gábor. Az idei évben kettő naposra tervezük a versenyt, július 16 és 17-én, szombaton vasárnap. Szombat és vasárnap országúti szakaszokat tervezünk, szekszárdi céllal, és vasárnap délutánra tervezük igazából a verseny fénypontját, a háztöm körüli versenyeket. Itt egyrészt tehetségkutató versenyeket tartunk majd, másrészt utánpótlás versenyzők számára, korosztályos versenyeket, és végül este az immár hagyományos villanyfényes háztöm körüli versenyt Pálinkás Csaba emlékére tartjuk meg. Hazai és nemzetközi szinten 100-120 versenyzőre számítanak a szervezők. A csapatok meghívása most történt meg, a múlt héten jegyezte be a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség a versenyt a versenynaptárjába, és ezután tudjuk elkezdeni meghívni azokat a csapatokat, akik nálunk részt vehetnek. Ezek egyébként az UCI által jegyzett kontinentál csapatok, valamint pro tímek, de részt vehetnek helyi klubok és regionális válogatottak is, valamint a magyar válogatott is részt vett a versenyen. Arató Gábor azt is elmondta, bízik benne, hogy ha a versenyt újra magas szintre emelik, akkor az nagyon sok gyereket fog majd újra visszacsábítani az országúti kerékpár sporthoz, hiszen testközelből láthatnak majd olyan sportolókat, akiket majd példaként követhetnek. Nagyon bízom benne, hogy egy pár éven belül kinő egy olyan korosztály is Szekszárdon, akik újra győzedelmeskedni tudnak ezen a versenyen. Hozzáteszem egyébként, hogy most is várunk kettő Szekszárdon élő versenyzőt. Sajnos nem szekszárdi csapatban vannak ők már, de mind a ketten dobogó közelben akár nyerésre esélyesek is lehetnek. Ez Ízlisteker Zsolt és Mészáros Bencére gondolok. Úgyhogy bízom benne, hogy ők is azért már fognak szurkolókat kicsábítani az út mellé. Tolna megye egyik legjelentősebb nemzetközi sporteseménye, a Gemenci nagydíj nemzetközi országúti kerékpáros verseny igazi rangot vívott ki magának, mind a hazai, mind a nemzetközi kerékpáros versenyek sorában. Az, hogy a Szekszárdi Sportközpont és a szakosztályok együtt szervezik meg a 48. versenyt, garancia mindenkinek arra, hogy magas színvonalú megmérettetést láthatnak majd az érdeklődők. A szervezők távlati céljai között szerepel az 50. jubileumi verseny megrendezése is 2024-ben.